Na sziasztok, az én nevem Barni. Srácok, illetve lányok, mit nyitok? Három. Elég gyorsan haladunk ezzel az epizóddal szerintem, de nagyon pozitív visszajelzés jön, úgyhogy szívesen haladok ezzel az epizóddal. Nézzük, hogy tudunk-e ma valamit nyitni, valami hasznosabbat. Kettő Chroma 2-vel készültem, három hangyárral és négy darab Shadow láda kulcssal. Vágjunk bele szerintem. Chroma 2 konténer kulcs használata. Lássuk, hogy esetleg kapunk-e valami normálisat. Legalább egy lila. Jó, ma is lilával kezdünk. UMP 45 Grand Prix. Jó. Nem jó, de nem rossz. Második színezőn 2 láda kulcs. Nem tudta jelzom már. Pörög is elment a Hyper Beast. Már megint elment a Hyper Beast. Famas Jin, egy AK-47 elit összeállítás. Jó, ez még talán élhet valamint, hogyha jó minőségű. Hát, közepes. Jó. Hangyár láda kulcs. Konténer kinyitása. Van 6 darab láda, hát szerintem ez az első. Ugye az első pörögjön a láda. Szokásos itemek vannak benn. Állj meg. Jó, egy Nemezis. Ez már talán ér valamit. Az előzőben is nyitottam egy rózsaszín, most is van egy rózsaszínünk. Oké. Menjünk tovább. Hangyár. Legyen most az utolsó szerintem. Egy piros, egy kés, esetleg egy rózsaszín. Ott van a CD, sárga kabát! Jó. Jó. Nagyon jó. Jól haladunk. Na. Hát akkor maradjon a harmadik hangyár kulcs is. Legyen a közepébe most bele. Na most ide egy hangyárból kettőből kettő. Ez így szépen. Ez a megállhattá volna azért. Ez biztos ért valamit volna az a fegyver. Ha nem is túl sokan, de valami biztos. Jó, egy elit összeállítás P90. Oksi. Maradt még 4 Shadow láda kulcsunk. És van 3 ládánk. Fasza, közben majd vennem kell gyors egy ládát. Hú, az a kés. Na pörök. Na ja. Mag 7. Kobalt mag. Hát az ennél lehetne jobb szerintem, bőven. Pörögé láda, adj valami szép fegyvert a Barbinak. Egy jéghideg Galil. Jó. Vagy hát nem jó, de nem is rossz. Egész jó állapotban van szerintem. Annyira nem rémes. Amúgy az jól néz ki ez a fegyver, ez tetszik. Utolsó előtti láda, azt mondta, hogy gyorsan nem kell még egyet. Egy pirost, pirosak, ez az AK is nagyon jó. Egy Shadow Daggers, valami, please. Please. Makréla, Statrak Makréla, XM 10-14. Ez olyan, mint egy sima skin számomra. Na, itt most lesz egy vágás, srácok, gyors veszek egy ládát. Na, itt is vagyunk, folytatjuk, gyors vettem egy ládát, elnézést kérek, éppen nem figyeltem rá. Utolsó láda, amit kinyitunk ma. Esetleg a Shadow Daggers. Talán, vagy ezt az AK, vagy a két pirosat, a többi az annyira nekem nem kéne. Na go! Famas Survivor Z. Jó. Hát nem jó, egyáltalán nem jó. Viszont szerintem most ez a láda nyitogatós cucmuc annyira nem lett rossz, ugyanis... és egymás után kettő rózsaszín nyitottunk, amik szerintem az érhetnek valamit. Nem ez is, és a Yellow Jacket. Az egyik az harctéren tesztelt, a másik is harctéren tesztelt, oké. Az AK az kevésre használt. Jó. Hát rosszak nem rossz, de jónak se jó. Köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, srácok, hogyha tetszett, akkor légy szíves, toljatok egy lájkot erre a videóra, az nekem mindig egy hatalmas nagy visszajelzés ebben a sorozatban. És majd akkor jövök a negyedik résszel. Köszönöm szépen, megnéztétek, sziasztok!